A down kor az egyik legismertebb genetikai rendellenesség. A tünet együttes egykori leírójáról Langdon Downról kapta a nevét, aki 1886-ban már vizsgálta és jegyezte a szindrómát. A daunosokkal szabolcszat már Bereg megyében több helyen, többek között az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik országos érdekvédelmi szövetségének új fehértói központjában is foglalkoznak. A legnagyobb centrum azonban Nyíregyházán van, a csodavárban egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt a Down szindrómások. Nekem végig egészséges papát mondtak, és születése után derült ki, hogy Down szindrómás. Rögtön születése után Meglepődtetek? Nagyon. Nagyon, nagyon De nem féltetek? De. De az az igazság, hogy féltünk, mert nem igazán tudtam, hogy hogyan van tovább, vagy hogy van-e tovább igazából, de, de így most már minden oké, nagyon jól le vagyunk. Segít sokat ez a csoda vár Rengeteget, nagyon-nagyon sokat. Mira nemrég múlt hat hónapos, három hetes kora óta járnak ide anyukájával foglalkozásokra. A fejlesztés azért fontos, vélik az érintettek és gyógypedagógusok, mert a cél az, hogy a legteljesebben alakuljon ki a Down-szindrómás személyisége, miközben az önálló teljes életre is felkészül. Nyilván vannak határok, és nyilván olyan e, célokat kell kitűzni, amik elérhetők a gyermek számára. Ma már azt kell, hogy mondjuk, hogy a majdnem teljes élet, vagy akár a teljes élet e, is elérhető, mármint a teljesen önállóan vezetett élet is elérhető e, a fiatalok és a felnőttek számára. Ehhez elengedhetetlen egy komplex gyermekkori intervenció, amit mi itt igyekszünk a csodavárban megvalósítani a gyermekek és a családok számára. Mindenképpen az integrált óvoda és az integrált vagy még inkább inkluzív szemléletű iskolai nevelés oktatás az, ami hozzásegíti őket ahhoz, hogy a leginkább kiteljesedhessenek. A Csodavárnak Máté Szalkán is van már központja, a Tanácsadó ponton a 2015-16-os időszakban több mint 60 gyermeket vizsgáltak.